Fennállásának 95. évfordulóját ünnepli idén az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola. A jubileumi ünnepség az Egri Bazilikában szentmisével vette kezdetét. A szentmisét bemutató dr. Ternyák Csaba érsek arra buzdította a fiatalokat, hogy olyan hivatást választanak maguknak, amellyel a következő nemzedéket tudják szolgálni. Példaként a pedagógusokat, ápolókat és más segítő szakmában dolgozó embereket állította eléjük, akik, mint fogalmazott, szeretetből életüknek egy-egy szeletét adják oda másokért. Legyetek pedagógusok, olyan pedagógusok, akik elkötelezetten szolgálják a következő nemzedékét. A szentmisét követően a Bazilika altemplomában megkoszorúzták az iskolát alapító dr. Szmrecsányi Lajos érsek síremlékét. Ezek pedig már a Bazilika előtt folytatódó ünnepség képei, ahol a diákok műsora mellett Rozmán Éva igazgatóasszony rámutatott, a katolikus szellemiség kötelezi az iskolát, hogy az oktatáson túl a jellem fejlesztésére, kitartásra és egymás kölcsönös tiszteletére is neveljék a diákokat. Egy ilyen múlttal és ilyen hagyományokkal rendelkező iskolában már vannak begyökerezett értékek, amelyek nem lehetnek talmik, hiszen egy 95 év az már választ adott arra, hogy ezek az értékek, ezeknek helyük van, és hosszú távon értéket jelentenek a társadalomban, Egerben és konkrétan a diákok körében. A rövid műsorok által a diákok színészi és zenei tehetségüket is megmutatták. Azt hiszem, hogy ez egy olyan időszak minden ember életében, amikor tizenéves, amikor tinédzser, amikor sokféle kísértésnek van kitéve, amikor ugyanakkor nagy lelkesedés van benne, és ha a pedagógusok ügyesek, ha képesek megszerettetni a saját szakmájukat, úgy mondjam, a saját témájukat, az iskolát, és ha azt látják egy pedagóguson, hogy odaadással lelkesen szolgálja és segíti ezeket a fiatalokat, akkor ilyen eredményeket láthatunk, mint amit például ma láttunk. Az egyik eredmény pedig, amit pedagógusoknak, nevelőknek sikerül elérniük, hogy a diákok büszkék arra, hogy az Andrássyban tanulnak. Nagyon szeretik ide járni, de tényleg, mert olyan közösségbe kerültem, amit tényleg elfogad, és nagyon sokat segítettek nekem, meg támogattak is, tanárok és diákok egyaránt is. Tényleg szerintem jobb helyre nem is kerülhettem volna. Aki csak teheti, azt szerintem jól teszi, ha ide jár. Mert a hittanórákon kívül is megvan az a szellemiség szerintem, amit az iskola akar közvetíteni mások felé. Az ünnepségen óriás Nándor emlékérmet adtak át Ködöböcné, Tóth Ágnes és Kis Tamás pedagógusoknak kiemelkedő oktatónevelő munkájuk elismeréséül. Végül pedig a diákok a magasba engedték az intézmény évfordulóját szimbolizáló 95 léggömböt.